Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Tekintsünk vissza, hogy események és programok tekintetében hogyan alakult az idei nyár. Bőséges volt, én azt gondolom, hiszen nagyon sok rendezvényen vagyunk túl, nagyon sok sikeres rendezvényen vagyunk túl, amelyen én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vettek részt. Megelégedésére szolgált mindenkinek, hiszen mindenki talált olyan programot, amely kedvére való volt, egészen a gyermekkorosztálytól az idősebb korosztályig. A legnagyobb rendezvényünk a Birkafőző Fesztivál, amely a megszokott rendben, sőt azt gondolom, hogy nagyon nagy látogatottságnak örvendve, nagyon jó időben és nagyon jó programokkal került lebonyolításra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk az idei nyár program kínálatával. Hogyan haladnak a város beruházásai, fejlesztései? Egy picit, ugye ha visszatekintünk arra, hogy nagyon sok beruházás indult el, és nagyon sok beruházás ért véget a tavaszi, nyár elejé időszakban, és nyilván arról beszéltünk, hogy indulnak a következők. Ugye ezek a következő pályázatok elsősorban a jogi problémák miatt egy picit talán azt kell mondanom, hogy meglassultak, egy kicsit lassabban jöttek azok a visszajelzések, azok a jóváhagyó dokumentumok, amelyekkel mi úgy számoltunk, hogy nyár végére elkezdődhetnek a pályázatok. Nem óriási a késés, ilyen egy-két hét csúszással nyilván a pályázatok töménytelen mennyiségére való tekintettel talán egy picit lassabban születtek meg azok a központi döntések, amelyekkel elkezdhetjük ezeknek a pályázatoknak a megvalósítását, de jelenleg ott tartunk, hogy közbeszerzési eljárások indulnak, közbeszerzési eljárások végéhez közelítünk, tehát biztos vagyok abban, hogy azt az ütemtervet, amelyet előre elterveztünk, azt tartani tudjuk, illetve föl tudjuk majd pörgetni a következő időszakban. Lesznek olyan pályázatok, amelyek hamarosan indulnak, és vannak olyanok, amelyek természetesen elkezdődtek a megfelelő ütemben, például a katolikus városrész csapadékvíz elvezetése, ami azt gondolom, hogy most már szemmel látható formát ölt, hiszen az utcákban elkezdődtek az effektíve fizikai munkálatok, ezek várhatóan év végére be is fejeződnek. Kezünkben van most már az a dokumentum, amivel el tudjuk kezdeni a fürdő-medence pályázatát például, úgyhogy itt is várható, hogy akár a tavaszi időszak végére, a következő fürdőidőszak kezdetére el fog készülni az új medence a fürdőben. És még sorolhatnám, hogy a nagyvénkerti pályázatokat, az útfejlesztési pályázatokat, amelyek indulni fognak hamarosan, és hát ezek közül is most jelen pillanatban kiemelkedik az Ádorhidat megközelítő mezőgazdasági útnak a rendbetétele. Hogyan halad, mit lehet tudni a toronyház előtti útszakasznak a felújításáról, megújulásáról? Ugye azt tudjuk, hogy a toronyház előtti útszakasz szennyvízvezeték hálózata nagyon régi, nagyon elavult, tehát teljes hosszában szükséges ennek a cseréje. Szakaszosan tudtuk elvégezni az előző időszakban is, és nyilván vannak olyan pontok, mint a toronyháznál is, ahol bár ütemeztük a felújítását, és benyújtásra került a pályázat, amelynek várjuk a forrását, de hát nyilván a beszakadás miatt egy viszmajor helyzettel kellett szembesülni, tehát egy azonnali beavatkozás szükséges. Nyilván ezek az összegek nem feltétlen állnak minden pillanatban az önkormányzat rendelkezésére, ezért egyfajta állami támogatást kellett kérnünk a javításhoz. Ugye ezt elmondtam többször, hogy ennek a kérelemnek a benyújtása azért egy hosszabb jogi procedúra, szakértőket kell fogadni, szakértőknek a álláspontját kell a kormány elé tárni, talajmechanikai vizsgálatokat kell készíteni, és ezt kell benyújtani ehhez az igényléshez. Ezek elkészültek, benyújtásra kerültek, a munkálatokat meg lehet ezután kezdeni, ami el is kezdődött, ugye egy kivitelező kiválasztása után, és ahogyan elmondtam, várhatóan október végére, november közepére fog elkészülni, hiszen egy olyan mélységű beszakadásról beszélünk, és egy olyan mélyben lévő csőnek a cseréjéről, ami azért nem egyik napról a másikra megy,
és természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a környező lakóházak, ingatlanokat sem érheti semmilyen kár. Folytatódik ez az ütemezett csere, tehát nem soká, vélhetően a jövő héten a Széchenyi Sugárút lejjebb lévő szakaszán, ott a 40-48-as házszámokhoz közelítve is el fog kezdődni egy szakasznak a cseréje, hiszen azt is láttuk, hogy ott is szükséges. Az már egy tervezett beavatkozás, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy biztonságban tudjuk használni továbbra is a Széchenyi Sugárutat. Ahogyan mondtam, a szennyvíz pályázat, rekonstrukciós pályázat benyújtásra került, el is fogadta a magyar kormány, ugye meg is jelent a közlönyben, hogy támogatásra méltónak találják azt a pályázatot, amelyet benyújtottunk. Várjuk azt a KEHOP pályázati forrást, amelyből reményeim szerint nem sokára el lehet kezdeni majd a kivitelezést. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat keretein belül a Vármegyei Közgyűlés a Karcagvárosi Önkormányzatnak adományozta a Települési Környezetért című díjat. Mi is pontosan ez a díj, és hogyan fogadták? Nagyon megtisztelő számunkra, hogy egy most alapított díjat rögtön Karcagváros Önkormányzata vehetett át. Én úgy érzem és azt gondolom, és nyilván a laudációban is ez volt a megfogalmazás, hogy mindaz az erőfeszítés, amelyet az önkormányzat a település környezetéért tesz, legyen ez a csapadékvíz elvezetés, a szennyvízpályázat, legyen ez a különböző beruházások, mind-mind a környezet megóvása érdekében és fejlesztése érdekében történnek. Ugye itt beszélhetnénk a barna mezős beruházásról, ahol nagyon sok fa került elültetésre, de beszélhetünk a település központjának a szépítéséről, beszélhetünk a település külterületeinek a fejlesztéséről, hiszen nem csak a város központban figyelünk oda a zöldítésre, hanem a külterületeken is, külvárosi részeken is nagyon sok fa került elültetésre, különböző szemétszedési akciókat szervezett az önkormányzat, önkormányzati intézmények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindaz az erőfeszítés, amelyet a környezet rendben tartása és fejlesztése érdekében végeztünk az elmúlt években, ez alapozta meg a díjnak az odaítélését. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is.